Holnap még lehet iratkozni a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyó Szent Miklósi kihelyezett tagozatára, a helyek száma korlátozott. Öt napos táborozást szervez a Proterra Alapítvány szociálisan hátrányos helyzetben élő tanulók számára a Jánposz Egyesület támogatásával. Öt kategóriában nyertek aranyérmet a gyergyói akrobatikus tornászlányok a budapesti Látványtánc Európa-bajnokságon. Köszöntöm nézőinket, híreinket látják, kérem, tartsanak velünk! Meghirdette a 2017-2018-as tanév beiratkozási tervét a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Gyergyó Szent Miklósi kihelyezett tagozatának vezetősége. A kihelyezett tagozaton a meghirdetett szakok száma a korábbi évekhez képest nem változott. Iratkozni már közel egy hete lehet, holnap van a határidő. A Csíkikerti Felsőoktatási Intézmény, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem Románia második legjobb egyetemének első kihelyezett főiskolájaként két évtizeddel ezelőtt 1997-ben alakult. Működését a Központi Egyetemnek Földrajz Kara támogatja. A kezdetekben főiskolaként működő tanintézményben 2005-től a bolonyai rendszer bevezetésével teljes körű egyetemi oktatást tesznek lehetővé. A 20 éves múlttal rendelkező kihelyezett tanintézmény rendelkezik az összes olyan értékkel és feltétellel, mely a Központi Egyetem hírnevéhez méltóan lehetőséget biztosít egy magas szintű felsőoktatási képzésre. A környék természeti adottságai mellett a korszerű informatikai laboratórium és a nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező egyetem szakmai tere is nagyon fontos szerepet tölt be a kihelyezett tagozat esetében. A kihelyezett tagozaton a meghirdetett szakok száma a korábbi évekhez képest nem változott, vagyis a turizmus-földrajz alapképzésre, illetve az ökoturizmus és fenntartható fejlesztés mesteri szakra lehet beiratkozni. A következő tanévre alapképzésen magyar vonalon 17 ingyenes és 33 tandíjas hely van, illetve 9 ingyenes és 16 tandíjas helyet biztosítanak a román ajkú hallgatóknak. A mesteri képzésen 25-25 hely van. Beiratkozókat múlt szerdától várják. A jelentkezési határidő július 19-én, holnap jár le. Eredményhirdetés július 20-án várható. Minden további hasznos információ az egyetem honlapján érhető el. A Startup Nation programba összesen 19.296 üzleti tervet regisztráltak, ezek 70%-át az utolsó 5 napon, 34%-át pedig június 14-én, az utolsó napon, közölte Ilan Laufer üzleti környezetért, kereskedelemért és vállalkozásokért felelős miniszter. A következő kiírásra 2018-ban kerül sor, tette hozzá a miniszter. A projektek közül 2926-ot Bukarestből, 2289-et Kolozsvárról nyújtottak be. A hétfőn ismertetett adatok szerint a 19.296 pályázatból 3.983 a maximális 100 pontot, 4.566 pályázat 95 pontot, további 104 üzleti terv pedig 90 pontot kapott. A miniszter szerint legtöbb két héten belül elkezdik a kifizetési szerződések aláírását. Számítások szerint a Startup Nation program idei költségvetéséből 8.653 üzleti terv finanszírozására jut pénz, ami által legalább 20.956 munkahelynek kellene létrejönnie. A Startup Nation program idén 1,7 milliárd lejes költségvetéssel indult, egy cég legtöbb 200.000 lejes támogatást kaphat. Énerősítés, pozitív élményekhez juttatás a célja a következő Proterra Alapítvány táborának, melyet július 24 és 28-a között tartanak. A rendhagyó táborozás ingyenes lesz, szociálisan hátrányos helyzetű fiataloknak szól, de előre be kell jelentkezni. Nyári tábor zajlott egész héten a Proterra Alapítvány szervezésében, legközelebb viszont egy rendhagyó foglalkozás sorozatra kerül sor, élménypedagógiai, önismereti, személyiségfejlesztő és művészetterápiás módszerek segítségével szociálisan hátrányos helyzetben élő diákokat hívnak július 24 és 28-a között zajló táborukba. Az a célja, hogy egy kicsit ismerjék meg jobban önmagukat, tudják saját erősségeiket és fejleszteni valójukat, és ennek értelmében találják meg azt a pályautat,
életvezetési tanácsadásszerű jellege, ami őket tudja boldogítani, amin el tudnak indulni. A program 8 diák számára biztosít ingyenes foglalkozást az Enhelp and the Hand Alapítvány és a Jánposzt Egyesület támogatása révén. 6. 7. osztályos fiatalok jelentkezését várják jövő hét végéig. A gyerekek számára ez ingyenes lesz, úgyhogy felkérem a szülőket, pedagógusokat, akik tudnak olyan gyerekeket, akiknek anyagiakban egy kicsit nehezebben boldogulnak, hátrányos helyzetben vannak a többiekhez képest, szóljanak nekik, hogy jelentkezzenek, és a jelentkezés az egy motivációs levél alapján kell, hogy megtörténjen, csak egyszerűen egy A4-es oldalra saját kézzel írják le a gyerekek, hogy miért szeretnének részt venni a táborban, és akkor ezt elbíráljuk és jelentkezni fogunk. A program Gyergyószent Miklóson zajlik 5 napon át, napi 9 órában, 2 szakember segítségével. A résztvevők kiválasztása pedagógusok ajánlása és motivációs fogalmazás alapján történik. A szociálisan hátrányos helyzet a résztvevőket tekintve ezúttal arra vonatkozik, hogy vagy egy szülő neveli a gyerekeket, vagy nagy családban él. Az egyfőre első jövedelem nem haladja meg a 250-350 lejt a családban, krónikus beteg vagy testvér van családban, stb. Az elbírálást követően július 22-23-án értesítik majd a jelentkezőket arról, hogy részt vehetnek-e a táborban. Ma járt Székelyföldön Klaus Johannis államfő. Az egynapos látogatás során az államfő Csíksomjóra, a pünkösdi búcsú helyszínére is ellátogatott, valamint felkereste még a Csíkszentkirályi ásványvízpalackozó üzemet, a csíkszeredai megyeházán pedig a térség 300 választott önkormányzati képviselőjének és közigazgatási tisztségviselőjének jelenlétében megtartott tanácskozáson vett részt. Mindezek mellett kézművesekkel, őstermelőkkel és helyi idegenforgalmi vállalkozókkal is találkozott. Az államfő Sepsi Szentgyörgyön fejezte be látogatását, ahol kis- és középvállalkozások, klaszterek és inkubátorházak képviselőivel találkozott. Az EMNP az államfő látogatása idején reggel 9 és 11 óra között a csíkszeredai megyeháza előtt tüntetést szervezett, ezzel is jelezve, hogy az erdélyi magyarság kiáll jogaiért. Részletesebb beszámolót az államelnök látogatásáról holnap láthatnak nézőink. Majorcsik Judit és Miklós Attila tanítványai már sok kiváló eredményt értek el. Legutóbb a Budapesten 8. alkalommal megrendezett látványtánc Európa-bajnokságra kvalifikálták magukat. A Gyergyószent Miklósi Gyermekek Háza akrobatikus tornacsapatának 13 tagja vett részt a versenyen, és számos éremmel, külön díjjal tértek haza. Budapesten már 8. alkalommal rendezték meg a Látványtánc Európa-bajnokságot, amelyen ezúttal 13 gyergyói akrobatikus tornászlány is részt vett. Előtte részt vettünk egy kvalifikációs versenyen, ahol 13 kislány jutott tovább erre az Európa-bajnokságra. 8. alkalommal szervezték meg Budapesten a Látványtánc bajnokságot. Mi 8 próbán vettünk részt tulajdonképpen. Aerobik kategóriában 5 próbában versenyeztünk, valamint gimnasztikus látványtáncban 3 próbát vettünk részt. Mind a 8 próbán eredményeket értünk el. 5 aranyat kaptunk, 2 második helyet és 1 harmadik helyet, valamint 2 külön díjjal is a zsűri díjazta a lányokat. A gyermekek házának tornászlányai közül versenyzett András Csenge, Balázs Oldal Kincső, Bedő Zsuzsa, Borsos Nikolett, Dezső Krisztina Simonette, György Dalma, Hobaj Ajlin, Kalamár Kedves Kata, Köllő Panna, Majorcsik Miriam, Pál Boglárka, Szokácsú Anita és Szabó Kriszta. A kiváló eredményeket elért lányok közül néhányan meséltek a versenyről. Elárulták, hogy nagy élmény volt számukra, megnézték a többi országból érkezett csoportok produkcióját is. Jól éreztem magam, örülök, hogy 5 első helyet, 2 másodikat és 1 harmadikat hoztunk haza. Én ezzel meg vagyok elégedve, szerintem ez jó nálunk. Van, amikor izgulok, van, amikor nem izgulok, de másképp szeretem a versenyeket. Volt egy dúm, amivel 3. értem el, volt egy trium, ami első hely lett, volt egy 5-ös, ami szintén első hely lett, és volt egy 14-es, az pedig második lett. Én az egyénimmel második lettem, egy kicsit izgultam, mert ezelőtt még álltam le az egyénimmel. De most sikerült. Az egyénimmel első lettem, az utat nagyon nem szerettem, mert folyton rosszul voltam.
Másképp jó volt. Miklós Attila elsősorban a gyakorlatok akrobatikus részének erősítésében segít, hogy a hajlékonyságuk, a tartásuk megfelelő legyen a lányoknak. Lényeg az, hogy ez a gyermek, amit csinál, azt szeresse. Menjen be abba a terembe, érezze jól magát, boldogan menjen haza, legyen egy kellemes izomláz, egy gyönyörű, egészséges csontozat, izomzat, fejlődés, harmonikus test, ez tartom a legfontosabbnak. Aztán persze, hogy ha mindenki szívvel, lélekkel csinálja, akkor eljut egy olyan szintig, hogy hát azt már meg kell mutatni másnak is, és akkor már is kell menni versenyre. És hogyha elmegyünk versenyre, és főképp, hogyha még eredmény van, hát az egy elég tétel a gyereknek, szülőnek, edzőknek, szerintem mindenkinek, a városnak is persze. A rangos versenyen való részvételt sokan támogatták. A felkészülés során a sportiskola tornatermében edzettek, és a szülők mellett többen hozzájárultak ahhoz, hogy a lányok részt vehessenek az Európa-bajnokságon. Szeretnénk megköszönni a polgármester úrnak a közbenjárását. A 17. kerület Budapesten biztosította nekünk a szállást, valamint a gyergyói származású Erdélyi Róbertnek, aki teljes egészében az étkezésünket biztosította ott tartózkodásunk alatt. De köszönetet mondanánk Melles Melindának, Bilibók Sándornak, valamint talibáni közbirtokosságnak is, akik hozzájárultak, hogy mi részt vehessünk, eljuthassunk erre a versenyre. A lányok a sikeres versenyt követően jelenleg pihennek, vakációznak, mielőtt elkezdik az őszi idényre a felkészülést. Kornél Koká Konstantinescu, a pénzügyi felügyelet alelnöke azt nyilatkozta, hogy a megfelelő magatartású gépkocsi vezetők 50%-os kedvezményt kaphatnak, a kockázatot jelentő sofőrök 180%-os extra díjat fizethetnek a kötelező gépjármű felelősség biztosításnál, 32%-ról 50%-ra növelték a bónusz-málusz rendszerben azok kedvezményét, akik megfelelő magatartást tanúsítanak a forgalomban. Ez a 8-as bónuszosztálynak felel meg. A másik végleten a fogyasztóvédelemmel, szállítókkal és a szervizek képviselőivel folytatott tárgyalás nyomán 200-ról 180%-ra csökkentették a balesetet okozók, nem megfelelően viselkedők extra díját, magyarázta az alelnök. Ha nyár, akkor nyaralás, már pedig ha nyaralás, akkor az emberek zömének fejtörést okoz a tervezgetés és a számolás. Alapvető kérdés, hogy hogyan választunk úti célt. Vannak, akik legszívesebben utazási iroda segítségét kérik az utazáshoz, mások maguk szervezik meg nyaralásukat, és egyre többen döntenek külföldi desztinációk mellett. Teljében tart a nyaralási időszak, a turisztikai irodák széles kínálatából lehet válogatni úti célokat egy feledhetetlen nyaraláshoz. Az általunk megkérdezett utazási iroda tulajdonosa szerint Görögország, Törökország még mindig vezeti a listát, de Bulgária, Montenegro és Horvátország is reneszánszát éli idén. Nagy népszerűségnek örvend Bulgária, Montenegro, és ami mondjuk az idén nagy növekedést mutatott, az a horvát tengerpart, elsősorban azért, mert egy óriási változatossággal bíró tengerpart, a homokos, a sziklás tengerpartokon át, a strandi minőségben betonozott lapokkal előkészített tengerpartokig mindent találunk. Mindezek mellett nagyon jó árban magánszállásokat lehet kapni, szállodákat. A szállodákban a szolgáltatások minősége a legtöbbször felsőfokú, tehát úgymond minden kelléke megvan ahhoz, hogy egy jó nyaralás legyen. Horvátország partvidékének legnagyobb része kavicsos, azonban néhány helyen talál az itt nyaralni vágyó utazó homokos partszakaszt is. Ami elsősorban közel is van, meg szép is az a Kvarneröböl. A Kvarneröbölben több helyen van homokos tengerpart, de ugyanakkor egy picivel lennebb Zadar, Omis környéke is nagyon sok szép helyel kecsegtet. Ha egy picit északabbra jövünk, akkor Medulin környékén gyönyörű homokos strandok vannak. Én még mindig azt ajánlom, hogy nem kell félni a sziklás tengerpartoktól sem, amíg ugye ilyen úszócipővel be lehet menni, egyáltalán nem problémás. Bátran ajánlom azoknak is a kipróbálását. A szakember arról is tájékoztatott, hogy Egyiptom is visszakerült a turisták által keresett úti célok közé. Ami nagy örömünkre szolgál, és elmondhatjuk, hogy indulnak már Kolozsvárról az egyiptomi charterek. Jó lenne még egy Tunézia is, ami még egyelőre nincs kilátásban.
És persze megvannak a magyarországi üdülőtelepeknek is, a Balatonnak is, meg a hajdúszoboszlói, meg a hajdúszoboszlóhoz hasonló fürdőtelepeknek is az állandó ügyfelei. Választhatunk repülős vagy autós, egyéni vagy csoportos, külföldi vagy belföldi kirándulások közül, hogy hová megyünk nyaralni, ízlés és pénztárca kérdése. Nemes János turisztikai szakértő azt javasolja, hogy a stresszmentes pihenés érdekében minden esetben megbízható helyen foglaljunk, fizessünk be a nyaralásra. Mától július 23-áig Tusnádfürdő biztospont a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és diáktábor, ismertebb nevén a Tusványos látogatóinak. A tavalyi évekhez hasonlóan idén napközben is tematikus sátrakba várják az érdeklődőket, ahol neves meghívottak közéleti, gazdasági és kulturális témákban tartanak előadásokat. Új helyszínként jelentkezik majd a sportudvar is, ahol a vizes világbajnokság és a vívóbajnokság eseményeit követhetik élőben az érdeklődők. Az előző évekhez hasonlóan a fesztivál 16 óráig idén is ingyenesen látogatható, ezt követően pedig 10 lejes belépők kiváltásával vehetnek részt az érdeklődők. A napi sátorjegy 10 lejbe kerül, a heti sátorjegy ára pedig az előző évhez képest csökkent, így az 40 lejért váltható ki. Az 5 nap alatt a zenei színpadon fellép az Anna and the Barbies, a Balkán Fanatic, a Hooligans, a Kowalski meg a Vega, a Magashegyi Underground, a Magna Cum Laude, a Margaret Island, Nagy Feró és a Beatrice, a Scorpio, valamint Szabó Balázs is bandája. Egyéb hasznos információt és tudnivalót a www.tusványos.ro honlapon tesznek közzé a szervezők. Új lakók születtek a marosvásárhelyi állatkertben, a gyűrűs farkú makik családja egészült ki. Idén már több mint 150 ezer látogatója volt a létesítménynek, hétköznapokon és hétvégén is látogatható az állatkert. Gyűrűs farkú makik születtek a marosvásárhelyi állatkertben. A gyűrűs farkú maki, vagy más nevén katta, a latinos nevén lemúr, a maki félék családjába tartozó faj, Madagaszkár déli, délnyugati és délkeleti területein él. Változatos élőhelyeken fordul elő, előnyben részesíti a galéria erdőket, a száraz lombhullató erdőket és bozótosokat. Csoportokban élnek, egy csoportot átlagosan 12-24 egyed alkot, amelyben a nőstények a dominánsak. Feltűnőbb rajta a hosszú, fekete-fehéren gyűrűzött farok, a nevét is erről kapta. Aminek számomra mondjuk, meg szerintem a látogatók számára is újdonság, az a hátam mögött lévő lemúr csapatnak a két kis kölyke, tehát ikrek születtek az egyik anyukának, és tehát van egy hasi, meg egy hátizsák, és akkor ez így sétálnak. Ők a tavaly kerültek ide körülbelül szeptemberbe a debreceni állatkertből, és hát már vártuk, hogy hát hogyha lesznek kis kölykök, és akkor ez beteljesült, és akkor így nagy örömünkre megvan a csoda, úgymond. A kismakik miatt talán még több látogató kap kedvet, hogy ellátogasson az amúgy is nagy népszerűségnek örvendő marosvásárhelyi állatkertbe. Idén már rekordot döntött a látogatók számát tekintve az intézmény. Eddig az idei évben több mint 150 ezer látogató lépte át az állatkert küszöbét. A tavalyi évről elmondhatom, hogy több mint 300 ezer látogatónk volt, tehát jelentős volt a növekedés az előző évekhez képest. A szépen rendezett zöldövezetben rengeteg állatfaj megtalálható, a gyerekek számára pedig szinte folyamatosan szerveznek különböző foglalkozásokat, amelyek által jobban megismerhetik az állatvilágot. Ott jártunkkor is éppen egy 20 fős gyerektábor résztvevői sétáltak az állatkertben. Idén is megrendezésre kerül a Gödöc MTB hegyi kerékpár verseny, melyet idén július 23-án vasárnap tartanak. A versenyzők két táv közül választhatnak, a rövidebb táv a 25 kilométeres, a hosszabb táv az 50 kilométeres. A szervezők jelezték, 18 év alattiak nem jelentkezhetnek az 50 kilométeres távra. Online regisztráció a triathlon.visitgeorgheim.ro internetes felületen lehetséges. A nevezési díj 50 lejbe kerül július 13-áig és 70 lej lesz a helyszínen a verseny napján. A benevezési díj az érkező érmet, a versenyszámot, a Gödöc MTB öntapadós matricát, az izógélt, házi csokoládét és ásványvizet tartalmaz. Az 50 kilométeren versenyzőket 10 órakor indítják, a 25 kilométer távot megtevők pedig fél órával később, 10 óra 30 perckor állhatnak a rajthoz. A Gyergyói Édesanyák Egyesületének keretében működő hordozós klub családi napokat szervez.
Augusztus 7 és 9-e között a Napsugár Panzió ad otthont a rendezvénynek, melynek keretében az érdeklődők igazi élményekben dús programsorozaton vehetnek részt, naponta tematikákra leosztva. Gyergyó Szent Miklóson és környékén is évről évre több édesanya hordozza gyermekét, és igyekszik minél jobban elsajátítani a baba hordozással kapcsolatos tudnivalókat, fortélyokat. Ebben nagy segítséget jelent számukra a Fészek Hordozós Klub, melynek csapata családi napokat szervez. A háromnapos rendezvény sorozaton bárki díjmentesen részt vehet. Első nap bemutatkozik a klub, valamint lesz hordozási tanácsadás. Bemutatják a kendőket és a formázott hordozókat. El lehet sajátítani a kendőkötési technikákat. Emellett a jelenlévők kipróbálhatják a mejtáj, hibrid és csatos hordozókat elől, csípőn és háton egyaránt. Kedden a szabad játék örömére helyezik majd a hangsúlyt, lesz nemezelés, népi játékok, illóolajos beszámolás, karkötőkészítés és gyereksarok. A családi napok záró programsorozata keretében a mozgás, mint varázserő kerül előtérbe, hordozós, niatánc, torna és labdajátékok által, valamint lehetőség lesz egy különleges módszerrel a szülés utáni hasizom állapot felmérésére is. A hordozós családi napokat a Napsugár Panzióban rendezik augusztus 7-től, minden nap 10 és 14 óra között. A szervezők minden érdeklődőt, jelenlegi és leendő anyukát szeretettel várnak. Ezek voltak már a híreink, köszönöm figyelmüket, kellemes estét, a holnapi viszontlátásra!